Egyre újabb járványügyi korlátozásokat jelentenek be a kormányok Európa szerte az új típusú koronavírus Omikron variánsának gyors terjedése miatt. A Franciaországhoz tartozó Réunion szigetén éjszakai kijárási tilalom lépett életbe január 1-én, és tart egészen 23-áig. Habár az Omikron az eddigi tapasztalatok szerint enyhébb lefolyású betegséget okoz, mint a korábbi mutációk, az oltatlanok közül nagyon sokan kerülnek kórházba emiatt a variáns miatt is. A francia kórházak közül sok megint teljesítő képessége határára került. A sűrűn lakott országrészekben az ápolók és az orvosok számára az ünnepek majdnem ugyanúgy teltek, mint tavaly Franciaországban. Cipruson is szigorítás várható a következő napokban, mert a 24 óra alatt regisztrált koronavírus fertőzöttek száma alig 3 hét alatt majdnem 10-szeresére nőtt. December elején még csak 600 körül járt, szilveszterre pedig meghaladta az 5000-et. Két karib-tengeri óceánjáró után az Atlanti-óceán európai partvidékén is karanténba került egy luxushajó, mert elérte a járvány. A személyzet 52 tagjáról derült ki, hogy fertőzött, ezért a hatóságok egyelőre nem engedik tovább Lisszabonból. Németországban, ahol az egészségügyi dolgozók március 15-éig kaptak időt arra, hogy beoltassák magukat legalább kétszer, újabb tüntetést szerveztek az oltás ellenesek. Az engedély nélkül megtartott stuttgarti demonstráción körülbelül 100-an voltak.